Eger 2000 óta negyedszer rendez országos diákolimpiai döntőt. Jövő márciusban a játékos sportverseny legjobbjai mérkőznek meg a Kemény Ferenc sportcsarnokban. Ez is jelzi, hogy Heves megye jó munkát végez e téren, jól halad a diák sport ügye, jelentette ki Bíró Csaba, a Megyei Diák és Szabadidős Sport Egyesület elnöke a készülő rendezvényről szólva. Mint mondta, ez a sportág számos másik, például az atlétika, a labdajátékok alapjait fogja össze. A játékos sportverseny a Magyar Diák Sportszövetségnek egy sajátos alapozó sportága. Az alapsportágaknak az elemeit használja fel, és a gyerekeknek, az alsó tagozatos gyerekeknek a természetes mozgásformáira épül. Ezeket sor és váltó versenyekként lehet elképzelni, ahol a gyerekek futnak, ugranak, dobnak, labdát vezetnek, és felkészülnek majd a sporták specifikus mozgásra. Az egri döntő különlegessége, hogy idén először 2-ről 3 naposra nő. A szombati versengés befejeztével a gyerekeknek alkalmuk lesz a kikapcsolódásra. Megismerhetik a várost, sőt vasárnap még vitézi próbán is részt vesznek majd a várban. Martonné Adler Ildikó kiemelte Eger diákváros jellegét. A sportért felelős alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy a város segíti a diáksportot, a döntő megrendezését például 1 millió forinttal. További 1 millió forintot az Egyesület szponzori segítséggel teremt elő. Nagyon örülünk annak, hogy továbbra is ilyen rangos diákolimpiai eseményeknek adhatunk otthont, hiszen fontos az, hogy megkapják a gyerekek a megfelelő időpontban, az érzékeny korban azokat a sportfejlesztéseket, és hozzájussanak olyan versenyélményekhez, amik majd egészséges, éplelkű, sportot kedvelő és sportot űzni vágyó felnőttekké teszik őket. A Magyar Diáksport Szövetség nevében Viszlai István, észak-magyarországi vezető köszönte meg Eger eszmei és anyagi támogatását és figyelmét a diáksport terén. Kiemelte, 2017-ben lesz 30 éves a szövetség. Jövőre Heves megyében 31 iskola jut majd eszközökhöz, a sport legyen a tiéd programban.